Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a Vörösmarty Színház alkotó munkatársait szólítjuk meg. Ugye elég problémás ez a történet, hiszen önök is tapasztalják, hogy óhatatlanul is elsősorban a rendezőket, illetve a színészeket láthatjuk, illetve ők kerülnek reflektorfényben, viszont nagyon sok olyan háttérmunkás, rendkívül fontos háttérmunkás dolgozik a színházban, akinek az életútja érdekes számunkra, hiszen szakmai pályafutásuk során ők bizony nagyon sokat tettek azért, hogy például a Vörösmarty Színház ismert és elismert legyen országszerte immáron. Vendégem tehát Németh Marian Méri, egyik oldalról rendezőasszisztensként, másik oldalról a művészi vénádról is majd beszélgetni fogunk, hiszen azok az üvegtárgyak, amelyeket készítesz, azt hiszem, hogy most már beloptad magad végérvényesen a fehérváriak szívébe. Nagyon sokat köszönhetünk egyébként is, és erről is fogunk beszélgetni ezeknek a szépségeknek. Viszont először is el kell látogatnunk Tatabánya mellé, egy kicsi faluba, Tarjánba, hiszen ott nőttél fel. Szép jó estét kívánok én is mindenkinek. Igen, ez egy kis sváb település, 3500 lakossal, és én onnan származom. Nagyon fontos az indítatás, én azt gondolom. Tehát, ha valaki egy olyan családban nő fel, hogy szabad és engedik, hogy kiteljesedjen, az nagyon sokat számít a későbbiekben is. Ez így van. Tehát a szabadságom az mindig megvolt. Nem indult ez olyan könnyen, ez az egész életút, ami az üveg felé terelte később az én sorsomat, mert én mindenképpen művészeti iskolába szerettem volna menni. De az én rajztanárom azt mondta, hogy én nem vagyok annyira tehetséges, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni, és akkor én ezt így elraktároztam, hogy ha nem, engedtem a nyomásnak, és nem művészeti pályára mentem, hanem egy postaforgalmi szakközépiskolába, Bicskére, tehát én ott tanultam. És 87-ben kerültem ide Fehérvárra, ide jöttem férjhez, és akkor úgy elindult bennem, hogy azért mégiscsak a művészet felé kéne. És akkor már elkezdtem rajzolgatni, festeni, amit persze nem hagytam abba gyerekkoromtól fogva sem, tehát folyamatosan alkottam valamit. Aztán egyszer csak kaptam a férjemtől egy könyvet, egy Makovec könyvet, és ott elég sok minden úgy megfogott benne. Tehát eleve a templomok, amikben ugye nagyon szép festett üvegek voltak, és akkor gondoltam egyet, hogy megpróbálok üveget festeni, tehát és akkor ez innen indult. Ez egy különleges stílus az üvegfestés mindenképpen. Igen. Beszélünk hosszasan, de miként választottál hivatást magadnak? Hiszen mikor érintett meg a színház, és hogyan? Hiszen ez egy különleges indítatást kíván mindenképpen. Az emberfi el sem tudná képzelni, hogy egy rendezőasszisztensnek, illetve nyilván folyamatosan lépkedtél, hiszen a jegypénztárban kezdted, de hogy mi minden kell ahhoz, hogy valaki ismert és elismert legyen. Hát a színházban én egy barátnőmön keresztül kerültem, aki akkor itt gazdasági vezető volt a színházban, és akkor mondta, hogy van egy üresedés a jegyirodán, és ő tudta, hogy én nagyon szeretek szervezkedni, tehát az ilyen baráti nyaralásoktól elkezdve mindenféle bulikat, azokat mindig rám bíztak, hogy majd azt én megszervezem, és akkor gondolta, hogy ez jó lesz nekem, és ez igazániból jó is volt egészen 99 decemberében kerültem oda, és 2008-ba mentem át egy másik színházhoz, tehát én addig én a jegyirodán dolgoztam. És akkor átmentem Tatabányára a színházba, és ott már nem jegyirodára mentem, hanem az igazgató mellé titkárnak és asszisztensnek. Tehát akkor ott már éreztem, hogy váltani kell, mert jobban érdekel. Tehát nem tudtam már kiteljesedni abban a munkakörben, azt gondoltam, hogy az ott nálam vége, tehát az addig bírta a szervezetem meg az idegrendszerem, és akkor gondoltam, hogy ki kell próbálnom magam másban. Ugyanakkor az gyorsan kiderült, hogy a színház az életed, a következő életed, ha úgy tetszik. Ez így van. Tehát csutba kell dobni mindent, és azzal foglalkozni, ami leginkább érdekel. Hogy tudtál felnőni a feladathoz? Hiszen ez egy óriási váltás egy ember életében. Hát talán az emberek szeretete.
Tehát az, hogy folyamatosan adni próbáltam már akkor is mindenkinek, meg most is az a legnagyobb, hogy valami pluszt adjak ahhoz, hogy ők tovább tudjanak lépni egy szerepben akár. Meg hát eleve ez a szervező készség szerintem nem mindenkiben van meg, én meg szeretek, tehát valószínű, hogy van egy olyan képességem, hogy előre látok bizonyos dolgokat. Tehát valami, hogy elindul, hogy annak mi lesz a következménye, és akkor az ember előre tud gondolkodni. Tehát ez kell ez a szakmához. Aki valamelyest belássa magát egy-egy darab történetébe, az tisztában van azzal, hogy a rendező asszisztensen rengeteg sok múlik. Nyilván, ahogy bevezetőben is elmondtam, a reflektorfényben a rendező, illetve a szereplők vannak elsősorban, ugyanakkor, ha valaki színházjáró ember, mint például mi, amikor készítjük a darabot, kiderül, hogy a rendezőasszisztens bizony a darab lelke és a színház lelke. Hogy épült fel a te pályafutásod? Hiszen ezt meg kell tanulni, és azt is tudjuk, hogy ez olyan szintet kell elérni, hogy minden rendező szívesen dolgozzon az asszisztenssel, már pedig veled így van. Igen, hát ezt mondom, Tatabányához kell, hogy kössem, mert nem tudom máshová kötni. Ott az akkori igazgató azt kérte, hogy legyek szíves segíteni neki az Oliver című musicalnek a gyerek szereplőjével. Tehát ez innen indult, hogy rám volt vízva 38 gyerek, és az a piciktől a nagyokig. Na most ezeknek a gyerekeknek, akiknek nincsen tapasztalatuk a színházban, ugye mi, akik már elég sok időt eltöltöttünk már akkor is ott, azért tudtuk, hogy mi hogyan működik, és innen kezdtem el felépíteni, hogy a gyerekekkel kezdtem el foglalkozni, és ugye az ember, ahogy dolgozik egy rendezővel, pakolja saját magára az információkat, és akkor elkezdi felépíteni. Ez volt az első olyan darab, amiben segítettem, és akkor itt szépen folyamatosan jöttek. Ott csináltunk egy amfitriont, amiben már asszisztens voltam, aztán ugye visszakerültem ide Fehérvárra, és ide már úgy jöttem vissza a színházba, hogy nem a jegyirodára, hívtak vissza, hogy akkor a jegyiroda, és mondtam, hogy nem, tehát nem, jegyiroda már nem, hanem én ezt szeretném csinálni, és akkor itt az első darabom, az pedig az Óz volt. Tehát ezt felejtsetett meg mindenképpen. Igen, igen. Amiben annyi hibát vétettem, így utólag visszagondolva, amit nem szabad egy asszisztensnek vétenie, csak nagyon türelmes volt a rendező. Tehát ettől fogva könnyű volt a munka. Tehát ilyen apróságokról beszélünk, amit egy néző nem vesz észre, meg a színész sem vette észre, csak én tudom, hogy akkor hibáztam. És akkor ez innen indult, és akkor egyre több mindent bíztak rám. Én nagyon szeretem a musicalt, a zenés darabokat, szeretem a nagyszereplős darabokat, szeretem, hogyha sok ember vesz körül, de ugyanúgy szívesen dolgozom két szereplővel is, mert nincs ezzel. Tehát ez teljesen más mélységeket mutat meg, mint egy nagy. Nyilvánvaló. Tehát neked a rendezőasszisztensnek kell figyelni, amit mi kevéssé veszünk észre. A díszlet, a sugó, a színészek, a rendező, az ügyelő, a világot, jelmez, a díszítők, a rendező, minden. Minden az én kezemben. Hogy készülsz fel egy új darabra? Hát, hogyha szerencsés helyzetben vagyok, és nem egyikből a másikba esünk át, és tudjuk, hogy le van osztva egy évad az asszisztensek között. Úgy készülök fel, hogy eleve elolvasom a hozzátartozó anyagot, mert ugye az ember nem megy neki úgy egy darabnak, hogy fogalma nincs arról, hogy mit fog csinálni. És minél több külső információt szedek hozzá. Tehát próbálok felkészülni minden eshetőségre. Ez egy reggeltől reggelig tartó munka, főleg a kritikus időszakban nyilvánvaló. És valószínűleg gondolom én, hogy ápolnod kell a színész lelkét is bizonyos értelemben. Van, aki ugye ezt igényli. Hát igen, vannak érzékenyebbek, meg kevésbé érzékenyek. Születnek barátságok? Szerintem igen. Mély barátságok is mély vannak. Barátságok igen, születnek. Igen, hát igen. Az idő is meghozza egyik oldalról, pedig az a mentalitás pedig, ami egy rendezőasszisztens, egy jó asszisztens jellemez, már pedig te a legjobbak közé tartozol, az pedig ez meg is követeli. Hát nincs más lehetőség, tehát a színészekkel folyamatosan, tehát 24 órában együtt vagyunk szinte. Tehát egy főpróbahét az arról szól, hogy reggeltől éjszakáig együtt vagyunk, és mindenkinek van problémája, tehát nekem is van. Tehát kölcsönösen segítjük egymást. Most nem akarom, hogy kiemelj rendezőket, de ki a jó rendező egy asszisztens szemével?
Minden rendező jó rendező. Minden jó rendező? Persze, mindenkinek megvan a maga kis szépsége. Mindegyik jó valamiben. Tehát én nem tudok, tehát kiemelni én sem szeretnék senkit, mert nem akarok senkit sem megsérteni. Én mindenkivel szeretek dolgozni. Tehát nincs olyan rendező, akivel ne. Tehát az empátiád az viszont csúcsra járatott napról napra. Igen. Ez kell is hozzá. Igen, igen, igen. Hogy pihened ki magad? Az üvegfestés akkor jön, vagy pedig vannak időszakok, amikor azt mondod, hogy itt az ideje valami más csinálni? Folyamatosan csinálom. Folyamatosan? Hát igen, nekem ez a levezetés. Tehát azt tudni kell, hogyha mondjuk este 10 órakor ugye vége van a próbának, hazamegyünk, azért az ember tele van még mindennel, ami aznap történt. Tehát van, aki, nem tudom, belefekszik egy kád vízbe, gyújt két gyertyát, megiszik egy pohár bort, és úgy vezet le. Nekem az a levezetés, hogy beülök a kis műhelyembe, aztán alkotok. Nekem ez a levezetés. Akkor egy órát még elszöszmötölök, és akkor utána... Ugye az már tudatos volt, hogy olyan családi házba költöztetek, ahol van minden. Igen, igen, ezt tudatosan úgy építettük a házat, hogy legyen egy műhely. Az alkotó közösség, ahova tartozol, tehát az üvegfestményekről beszélek most elsősorban, mennyire elvárás, hogy valaki folyamatosan jelentkezzen újabb és újabb alkotásokkal? Hogyan alakult ki a stílusod, ami elkísér a máig? Hát, hogy folyamatosan jelen legyek? Hát szerintem ez saját magamon múlik, hogy folyamatosan jelen legyek. Kell, hogy mindig újat hozzunk, új szint hozzunk, és mindig meg kell újulni. Hát alkotó közösség, nem tartozom sehová. Tehát én ilyen közösségen kívüli. Hozzánk tartozol vagy. Fehérvárhoz. Igen, tehát én igazániból nem szeretem ezt a beskatujázást. Tehát én nem vagyok az a típus, aki belép egy egyesületbe és ott alkot, mert az nem az én közegem. És nem azért, mert nem szeretem az embereket, mert szeretem az embereket, csak nálam ez ilyen valószínű, hogy ilyen gyerekkorból hozott valami, hogy ezt kell csinálnod, és ide kell, hogy tartozzál. Nálam ez nem. Én szeretek egymagam, nagyon szeretek egyedül lenni. Ezt most idézőjelben mondom, az egyedül létet. Hiszen otthon azért ott van a családod. Igen, 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 igen. Hanem amikor alkotok, egyedül lenni. Tehát én nem tudok úgy dolgozni, hogy körülöttem 600 millió ember van. Tehát az nem megy. Tehát ehhez szerintem nyugalom kell, meg koncentráció. Egyértelmű. Hogy teremtettél stílust magadnak? Azt nem tudom megmondani. A folyamatos fejlődés záloga az, ugye, hogy újakat próbálsz ki. Megmarad az a méris? Igen. Igen, én nagyon halsány vagyok, azt mondják. Tehát a magámban az üvegfestésben. Tehát én imádom a színeket. Most ettől fogva hajlandó vagyok kipróbálni minden extra dolgot. Nem tudom, hogy hogyan alakult ki ez a stílus. Tehát mindig keresek valami újabb és újabbat. Nem tudok leragadni egy technikánál. Tehát nálam nincs az a sablon, hogy csak egyfajtát csinálok, hanem mindig jön valami ihlet, amire azt mondom, hogy ezt ki kell próbálni, és akkor azt így beviszem azért a sajátomba. Azért ismétlődő motivumok vannak? Tehát egy bizonyos rendszer, amelynek mentén elkötelezted magad? Vagy az is folyton változik? Hát az is folyton változik. Szerintem ez, ahogy a lelki állapotom alakul, úgy alakulnak ezek a dolgok is. De nem csak a festés, hanem maga az üvegékszer is. Tehát az is olyan, hogy meglátok valami érdekes színt üvegbe, és akkor abból jön egy ihlet, hogy akkor ebből ezt kell csinálni. Mert azért a maga az üvegművészet az nem egy egyszerű történet. Ugye én kint megtanultam egy technikát Muránóban. Nekem a legjobb barátnőm az most már kinnél Olaszországban, ő kitalálta, hogy hát menjünk már el, mert ő tifanizott, tehát tifani képeket meg lámpákat csinált, hogy menjünk már ki Muránóba egy mesterhez, és nézzük már meg, hogy dolgoznak ott. És akkor egy hetet ott eltöltöttünk, ami nekem hatalmas élmény volt. Tehát az, hogy első nap azt éreztem, hogy a mester azt fogja mondani, hogy holnap már ne gyere, mert alkalmatlan vagy erre a üveg dologra. És valahol, nem tudom, az éjszaka úgy felszívtam magam, és másnap, mintha szárnyaltam volna. Tehát kellett valami lökés nekem ott, hogy úgy megtanuljam ezt az üveg dolgot, hogy kézzel fogható, hogy szép legyen. Fontos számodra a visszajelzés, hiszen azért a kiállításon nem is túlságosan gyakran, de viszont az összes vásáron
ott tódulnak az emberek. Azt én személyesen is tapasztaltam. Persze, persze, fontos. Ez megerősítés, hogy egyre többen igen, érdeklődnek? Igen. És az minden évben ad egy ilyen egy nagy löketet, hogy akkor igen, ezt végül is folytatni kell, és kell csinálni. Mi jelent megerősítést a színházban? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy legalábbis a Vörösmarty Színház elmúlt évadait nézve rengeteg olyan sikerdarab volt, amit bárhol, én nagyon is jól tudom, hiszen például csak egy példát mondok, hogy elküldtük a forgószínpadnak Szegedre az egyik darabot, most például a cégvezetőt és közölték, hogy ők jönnek és nézik. De számtalan ilyen példát tudnék mondani, hiszen most már az elmúlt időszakra az a jellemző, hogy nagyon sokan jönnek különböző városokból, közeli városokból Székesfehérvárra. Ez fontos az asszisztens, a rendező asszisztens számára? Persze. És megerősítést ad? Persze. Hát a legnagyobb megerősítés mindig a nézőnek a reakciója. Tehát, hogyha valami sikeres, azt mi is úgy éljük meg, hogy úristen, akkor csináltunk valami nagy dolgot. Számomra nagyon fontos a rendezőnek a visszajelzése, mert ugye közvetlen kapcsolatban vagyunk, és természetesen a magának a teljes stábnak a visszajelzése. Így van, ez nagyon-nagyon fontos szerintem is. Ez feldob? Persze. Tehát ahogyne. Ünnep a premier, azt tudjuk. Ez igen, de nem csak a premier. Ilyenkor felsóhajtasz? Nem. Egy-egy premiért követően? Ez nem sóhajtásnak. Egy pici megkönnyebbülés van, hogy elkészült, de hát tehát azt a főpróbahetet azt nem lehet visszahozni. Tehát utána már csak az előadások vannak. Magát az alkotó folyamat egy olyan adrenalin röket mindenkinek, hogy annak ugye az előadásban látszania kell, hogy az mitől lett olyan az, amilyen lett. Most a legnagyobb löket nekem az a fém volt. Tehát azt gondolom, hogy egy asszisztens életében, aki csak ezzel foglalkozik, tehát csak asszisztens volt valaha is, max. egy-kettő olyan előadás születik, ami ekkora siker. És nekem az előző az Zaida volt, amikor ugyanez az érzés volt, és minden alkalommal, amikor állótaps van, akkor az ember úgy, úristen, mit csináltunk, és most ugyanígy érzek a filmnél is. Tehát maga a próba folyamat is nagyon-nagyon hosszú ideig voltunk összezárva. Tehát azért 2,5 hónapon keresztül együtt vagy 28 fiatallal, eleve az doppingol, hogy fiatalok, és egy kicsit te is azt tudsz lenni, és már az első táncpróbán látod azt, hogy úristen, valami olyan fog születni, ami maradandó. Álomszerű volt mindenképpen, hiszen mi is kísértük a castingtól egészen a premierig, ez egy csoda volt. Ez szintén egy olyan pillanat, azt hiszem minden színház rajongó számára, belülről meg még inkább, ami felejthetetlen. Viszont jönnek a hétköznapok. Azzal, hogy a koronavírus járványokán a színház kénytelen volt bezárni, bár a munka folyt még egy ideig, az mit jelentett a te életedben? Hát az első hetet a senkinek nem kívánom. Nem tudom, akik ugye folyamatosan pörögnek, mert mi folyamatosan mozgásban vagyunk, az első hét az valami szörnyű, és akkor így leül az ember, és azt mondja, hogy oké, kitakarítottam, oké, megcsináltam egy csomó mindent, oké, sütöttem, főztem, mindent csináltam, de ez kevés. Kevés, és akkor ugye jött ez a maszk mizéria, hogy nem lehet maszkot kapni. Szeretek varni, tehát az anyukám varrónő volt, tehát az volt a szakmája. Egy csomó mindent megtanultam tőle, van is varrógépen, nagyon-nagyon régóta nem használtam. És akkor elővettem, és akkor mondom, megcsinálom a családnak, hát mondom, ha nincs, csak boltba kell menni. És akkor jött, csak jött egy ötlet, hogy hát ha másnak is szüksége van rá, és akkor így elindult egy lavina. Tehát amikor napi 300 üzenet jött, hogy egy darab, két darab, három darab, akkor úgy megrökönyödtem, hogy úristen, akkor ebből mi lesz. És akkor meg nem tudom, hogy mennyit csináltam. Tehát és nem tudom összeszámolni. Ugye ez nyilvánosságot kapott, meg elismerést is, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a pillanat volt, amikor úgy döntöttél, hogy na, akkor most ezt csinálod. Igen. Az elismerés az nem az elismerésért, hanem azért, hogy segítsek. És ugye ennek lett egy olyan hozadéka, hogy
egy nagyon kedves ismerős azt mondta, hogy ha már ezret megvartál, akkor dobjuk föl licitre. És akkor csináltunk egy ilyen licitát, hogy az ezrediket elárvereztük, és összejött 100 000 forint, amivel a kórházi dolgozóknak vettem, amit kértek, kekszet, csokit, meg ilyesmit, amit úgy hirtelen meg tudtak enni. Na ez volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy hú, ez nagyon jó dolog ezt megcsinálni. Nehéz pillanat volt a visszatérés is? Nem. Vagy az egy újongó, felhőtlen öröm? Hát nem volt felhőtlen öröm, mert azért ugye maszkban ülsz egész nap, tehát egy csomó korlátozás volt, meg nem volt ez a... Tehát ami számomra nagyon nagy hiány volt, az ölelés. Tehát azért mi milyen ölelősek vagyunk alapjáraton, tehát a távolságtartás az nagyon rossz volt, de nem volt, én örültem neki. Tehát örültem neki. Menet közben, ugye, amikor már lehetett, akkor mi készre csináltunk igazándiból két produkciót. Egyébként megérintenek a változások? Gondolok itt elsősorban arra, hogy óhatatlan, hogy egy-egy színész elköszön, aki közel áll a szívedhez. Bár mindenki közel áll, ugye úgy fogalmaztál. Vagy elmegy egy rendező. Most például ugye elment Hargita Iván, aki azért fontos szerepet töltött be a mi életünkben. Ez megérint téged? Persze. Igen. Fáj. Hát, de nem tud. Tehát én elfogadom, hogyha valaki változtatni akar mindenképpen. Nagyon-nagyon sokáig hiányzik. Tehát a mai napig hiányzik a László Zsolt, a Tyutyú, az rettenetesen hiányzik. Tehát hiányoznak, de hát el kell fogadjuk, hogy más az útjuk. Tehát újra kell kezdeni, mint ahogy újra kellett kezdeni most ezt a színházi évadot is. Milyen lesz ez az évad? Feldobta a színészeket, hogy immár nem csak próbák vannak, hanem ezerrel zajlik az élet? Nekik egy kicsit nehezebb. Tehát azért abban gondoljunk benne, hogy ők folyamatos tréningben vannak. Na most ez hosszú idő volt ahhoz. Nekik nehezebb visszaállni abban a ritmusban. Persze, hogy feldobta, hát végre együtt lehetünk, és végre alkothatunk, mert ugye ez a dolgunk, hogy alkossunk. Milyen lesz ez az évad, azt kérdezted? Igen. Szerintem jó. Én tehát nem azt mondom, hogy kevesebb, mert sokat fogok dolgozni, csak nekem most azok a darabok, amiket megcsináltunk, tehát azok vannak. Ugye bemutattuk a Fémet még júliusban, ilyen előbb bemutatószerűen, azt most ugye felújítottuk, az most megy. Akkor a Boeing-Boeinget azt ugye megcsináltuk 2020-ba, a Mikvét megcsináltuk 2020-ba, ezek ilyen hozott darabok, tehát ez az előző évadból maradt darab. Az Egérfogot megcsináltuk februárban, amikor még nem lehetett ugye nézők elé vinni, annak most lesz jövő hétvégén, tehát jövő héten főpróbahetünk van, hétvégén bemutatónk van, és nekem ezután már csak a Szent Iváni álom lesz tavasszal, mert hogy a többieknek is kell dolgozni. Tehát nekem már csak előadásaim lesznek most egy jó darabig. Jó. És akkor mit kívánjak? Covid-mentes napokat. Nem tudom. Ez vonatkozik a színházra és az üvegfestésre. És az üvegfestésre kevésbé. Nos, hát azt tudom csinálni az alatt is, de nem akarom, tehát nem úgy akarom. Jó, én azt kívánom, hogy gyakorta találkozzunk az asszisztensi pultnál egyik oldalról, másik oldalról a másik pultnál, ahol én a másik oldalon állok, ahol gyönyörködhetünk az üvegfestés azokban a tárgyakban, amelyek elkészültek. És hát a Vörösmarty Színháznak ezzel együtt azt kívánom, hogy érjen véget ez a kinkeserves időszak, és ismét tóduljanak az emberek. Én azt hiszem, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Németh Marian Méri volt. Köszönöm figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.